Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, örülök, hogy újra itt vagy, és tanulsz ma is valami újat. Te vagy a teremtője az életednek, annak, ami nap mint nap történik veled, és jól kell ezt tenned, ha élvezni szeretnéd az életet. Mivel ezért vagy itt, hogy az életed minden pillanatát élvezd, és jól érezd magad, és szeretet legyen az állandó az életedben, ha egy rövid időre is más uralkodik a szeretet helyett az életedben, akkor nem a természetes állapotod uralkodik éppen, és így nem lehetsz igazán boldog. Legyél az, ami lenni akartál, amikor megszülettél. Ha negatív érzelmeid vannak, akkor letértél a megfelelő útról, amit élvezhetsz, és nem az vagy, akinek igazából lenned kellene. Mindig a pozitív érzelmekről és gondolatokról beszélek, amikből rengeteg van, de neked nem kell, hogy rengeteg legyen jelen állapotodban, hogy jobb kedved legyen. Csak egy. És ez legyen mondjuk a megkönnyebbülés. El kell neked mondjam, hogy nem számít most hol vagy. Egy tény, ahol éppen vagy is tartasz az életben. Tény, hogy annyi pénzed van amennyi, ahogy nekem is. De ez csak annak az eredménye, ami eddig uralkodott a rezgésedben, annak az eredménye, amire eddig gondoltál, amit eddig éreztél. És amit fontos tudnod, hogy ezen most változtathatsz. Ha szeretnél. Ha nem vagy elégedett az életeddel, változtathatsz most, ebben a pillanatban. Semmi, ami veled történik, nincs véletlen. Minden te teremtesz, és ennek a legnagyobb része kellemes. Nem de? Csak is egy kicsit kell arra gondolnod, hogy mi az, amire vágysz, hogy mik az álmaid, és már is egy jobb helyre kerülsz. És én ezért osztom meg veled ezt, mert szeretném, hogy olyan életet élj, ami erre mindig is vágytál, és szeretném, ha boldog lennél. Szeretném, ha tudnád, hogy a te valóságodba senki másnak nincs beleszólása, csak is neked. Te sem tudsz másnak teremteni, és más sem számodra. A frekvenciádra válaszol a vonzás törvénye minden pillanatban, és te ez alapján, ahogy érzed magad most ebben a pillanatban, meg tudod állapítani, hogy mi az, amit teremtesz, hogy az jó, vagy sem. Amint az lesz a legfontosabb számodra, hogyan érzed magad, az, amint az lesz az egyetlen dolog, ami számít, és figyeled az érzéseid, és törekszel rá, hogy mindig jól érezd magad, sőt, egyre jobban, abban a pillanatban megkapsz mindent. Ne az igazsággal törődj, azzal, amit szeretnél. Ha leragadsz annál, hogy mi van most, nem léphetsz tovább oda, ahol lenni szeretnél. Amint az érzelmeid lesznek a legfontosabbak, és boldog gondolatokat választasz, egy olyan életet teremtesz magadnak, ahol boldog lehetsz. Tehát a megkönnyebbülés, a jókedv, az, amit keresel, és ahogy haladsz előre a nap folyamán, millió dolog történik veled, ami miatt jól érezheted magad. Tudnod kell, hogy a frekvencia, amin most rezegsz, azt nem kell sokáig tartanod ahhoz, hogy elkezd vonzani az eredményeket, amiket szeretnél. Kezd el most azt az életet mesélni és elképzelni, amit élni szeretnél, és ne azt, ami most van. Mivel ha arra koncentrálsz, akkor itt is ragadsz, és nem léphetsz előre. Minden negatív eredmény csak a pozitív kimenet másik oldala. Ott van az a lehetőség is számodra, és megkaphatod a jót is. Nincsen rossz a világban, csak a jó hiánya létezik. Nem mész be egy szobába és keresel egy kapcsolót, ami sötétségbe borít mindent. A fényt, azaz a jót szakítod meg, és akkor fogsz negatív dolgokat tapasztalni. A szeretet és a jólét a természetes állapot, és ettől csak is te tudod elszakítani magad, és te tudod megteremteni is. Minden sokkal egyszerűbb, mint te eddig gondoltad volna. Ez az egyetlen pillanat, amikor arra a frekvenciára kerülhetsz, ami a boldogságot vonza. Azaz most kell boldognak lenned. Hasonló a hasonlót vonza. Visszaemlékezhetsz egy olyan dologra, ami már régen történt, és annak a tapasztalatnak a hangulata most lesz rád igaz. Most leszel azon a frekvencián, amit abban a szituációban is éreztél. Tehát válaszd meg okosan a gondolataid. Legyenek olyan gondolataid, amik jó érzéssel töltenek el, mert mindegy, hogy a múlton gondolkodsz-e, a rezgés most jelenik meg, és most fogod azt vonzani, amit árasztasz. Amint gondolkodsz, most teremt egy rezgést, nem holnap, nem holnap után. Most. Most, tehát most kell jól érezned magad, és olyan gondolatot találni, ami jó érzéssel tölt el. Mindig tudsz egy olyan gondolatot találni, ami egy kicsit jobb érzéssel tölt el, és így haladhatsz előre. Csak is 17 másodpercig kell egy pozitív dologra gondolnod, és 17 másodperc alatt egy másik gondolat jelenik meg, és így tovább. Csak is 17 másodpercig kell koncentrálnod, és magától jön a következő pozitív gondolat. Koncentrálj addig, ameddig érezhetően nem kezd el javulni a hangulatod és a frekvenciád, és már is jó úton haladsz.
Nem kell túl bonyolítani, bízz magadba, hallgass az érzelmeidre, és megteremthetsz bármit. Sikeres teremtést kívánok!